A 80-es évek elején jártunk, amikor Baki Péter festőművész első tolnamegyei kiállítása nyílt a Babits Művelődési Házban. A ház akkori kialakítása azt tette lehetővé, hogy az adott programnak megfelelően lehetett a tereket változtatni. Hát én idehoztam eredeti megbeszélés szerint, vagy mit tudom, 50 képet, és aztán mondták, hogy a kis terembe is, úgy beszéltük meg, hogy összenyitható. És tehát aztán elintéződött, úgyhogy nem volt vele probléma, és tulajdonképpen ez volt az első Tolna megyei kiállításom. Lányi Péter zongorázott, és a Szabó Géza elvtárs nyitotta meg a kiállítást. Úgyhogy ez volt az első találkozásom a Babitssal. És hogy mit jelentett egy kultúrembernek? Hát én azt hiszem, hogy egy ilyen városban, egy ilyen vidéken, ahol itt Tolna megyében élünk, nagyon sokat. Hiszen az az igazság, hogy ezek a kultúrintézmények arra hivatottak, hogy az itt élők egy részének legalábbis a feneke alá tolják a kultúrát. Na most, hogy ezzel az itt élők mennyiben élnek, az egy teljesen más kérdés. Baki Péter volt a zsinagóga épületéből átépített művészetek háza igazgatója azok után, hogy az első igazgató Méri Éva nyugállományba vonult. A művészetek háza megnyitása megosztotta a feladatokat a Babits és az új közművelődési tér között. Ez eredetileg művészetek házaként kezdett el működni, bár ennek egy sajátos története van, hiszen ugye eredetileg házasságkötőteremnek építették, csak kiderült, hogy hát ennyi házasságot már sehol nem kötnek, hogy ez itt álljon. És ha jól emlékszem, a Fertőszögi Erzsébet volt az, akinek megfogalmazódott a fejében ez az ötlet, hogy ebből kéne csinálni egy olyan művészeti intézményt, ahol szombatonként esküvők vannak, de hát az üres falakat te lehet képekkel és koncerteket is lehet bizonyos minőségű koncerteket meg lehet csinálni, egyéb kamara előadásokat meg lehet csinálni ebben a térben is. Hát én furcsa módon lettem az intézménynek, a társintézménynek az igazgatója, akkor nem volt társintézmény. Eleinte volt, aztán önálló volt, aztán megint önálló volt, aztán és a végére megint társ vagy részintézménye lett a Babitsnak. Nagyon sok mindent tudtunk csinálni. Az előző igazgató Méri Éva egy nagyon jó alapot teremtett ahhoz, ahogy erre építkezni tudjunk, és én azt hiszem, hogy végül is társintézményként, vagy nem társintézményként, vagy akinek, ahogy tetszik, egy országos hírű művészeti intézményt tudtunk csinálni a művészetek házából. Soha nem volt konkurencia harc a két ház között, a feladatok megosztódtak. A művészetek háza a magas művészetek otthona lett, míg a Babits a hagyományos kulturális formáknak adott otthon, meséli Baki Péter. A Babitsnak nem volt értelme egy jazz koncertet, vagy alternatív zenei koncertet, amire eljöttek 50-en, 60-an, nem volt értelme kinyitni a termeket. Úgyhogy ezek szép lassan átkerültek, de már előttem is. A művészetek házába kamarazenei, komoly zenei koncertek, és hát a kiállítások is. Ugye hát az Évának volt egy koncepciója, ő Kossuth Díjas sok sorozatát hozta ide, mutatta be. Én ezen egy kicsit változtattam, vagy talán nem is kicsit, és igyekeztem egy olyan képzőművészeti sorozat kiállítást csinálni, ami tényleg az összes létező műfajt, ami befér a művészetek házába, idehoz a Szekszárdra, és hát azért is, amit az előbb mondtam, hogy végül is, hogy tudom, mert ismerem az embereket, hogy nagyon nehezen mozdulnak ki. Tehát megpróbáltuk tényleg a fenekük alá tolni azt a fajta kultúrát, amiért mások sok 50, 100, 200, 300 kilométereket hajlandók utazni. Az emberek egy része nem hajlandó utazni, ezért idehoztuk. Anyagilag szerintem minden további nélkül képes egy ekkora város arra, hogy ezt eltartsa, fenntartsa, működtesse a két intézményt párhuzamosan.
Az egy más kérdés, hogy egy kicsit átgondoltabban másként kellett volna, szerintem, mint az elmúlt években, de nem biztos, hogy ebbe igazam van. Tehát ez egy ilyen, intézmény, mint a Művészetek Háza, ez egy csoda, ez nem kerül annyi pénzbe, ennek a működtetése, hogy ezt ne lehetne előteremteni, pláne a mai pályázati rendszerben, meg egyebekben. Tehát maga a Művészetek Házán belül a koncertek, kiállítások és egyéb rendezvények költsége nevetségesen kevés volt. Pontosan azért, mert pályázatok útján tudtunk hozzá pénzt is szerezni. Úgyhogy az épület fenntartása volt az, ami meg a dolgozók fizetése, ugye, ami költségként jelentkezett elsősorban. Az Agora program beindítása bizonyos tekintetben a Művészetek Háza hattyúdalát is jelentette, hiszen az építkezés ideje alatt semmilyen program nem volt a zsinagógában, meséli Baki Péter, aki akkor már a Babics igazgató helyetteseként vezette tovább az intézményt, miután a társintézményi struktúra felbomlott, és közös irányítás alá került a két ház. Az itteni programokat még úgy, hogy át tudtuk vinni a gimnáziumba ide-oda-amoda, tehát koncerteket, egyebeket tudtunk rendezni, szervezni, de hát a Művészetek Háza programjai azok tulajdonképpen meghaltak. És mire újra fel lehetett volna jeleszteni, addigra én elmentem nyugdíjba. Hát nem mondták, hogy maradjak. Én meg azt hiszem, hogy eljött az, az idő számomra, hogy úgy éreztem, hogy nem tudok annyi energiát fektetni az újbóli felfuttatáshoz, hogy ez mindenkinek megérje, és ezért úgy nem is nagyon kapálóztam, hogy maradjak. Ez a Művészetek Háza, ez habatortán, ez egy ékszer, amit büszkén kellene viselni, és tolni előre mindig, amikor Szekszárd valahol megjelenik.